angol jobbkormányos Skoda 120 kabrió, rendőrségi Trabant és Zsiguli, amelyekkel nem üldözték csöpiéket a Balaton mellett. Ezek a veterán autók mind-mind az Eto Parkban tűntek fel a hétvégén. A Retro Partizánok programján több száz autó között több ezer érdeklődő fordult meg, hogy kipróbáljon mindent, amit lehet. Igen, vannak, akik szirénáznak, ez az egyik, de igen, rengetegen szakmai érdeklődéssel jönnek, nagyon sokan vannak olyanok, akik már gondolkodnak, hogy ebbe a hobbiba bele kellene vágni, ő rajtuk szoktuk egy kicsit lökni, és akkor halljuk, ahogy a lejtőn gurul lefelé, azt lehet ismerni ezt a dolgot. Nagyon sokan jönnek gyerekekkel, akik beülhetnek, kipróbálhatnak autókat. A bevásárló központ a nagy hőségben rengeteg embert vonzott, akik kíváncsiak voltak a 60-as, 70-es és 80-as évek autóira. Köztük például erre az osztrák-orosz Lada Taigára, ami azért nem minden családban fordult elő. Nekünk is Zsigulink volt gyerekkoromban, és onnan indult ez a nosztalgia. Amikor ezek az autók elérhetővé váltak, és már egyben kezdtek is elfogyni, akkor én szerettem volna egy Zsigulit venni. És ez sikerült is, de odáig fajult a hobbi, hogy aztán ebből egy kis sorozat is kialakult, és ez a Niva, ami előtt állunk, ez ennek az úgynevezett kereklámpás zsiguli sornak a záró eleme, hiszen ez az utolsó kereklámpás zsiguli típus, ami a Szovjetunióban annak idején készült. A kiállítás egyik nagy érdekessége az volt, hogy sok autós csoport egy-egy saját kis standot is összeállított. Például a bogarasok is megmutatták, milyen sokszínű ez a klasszikus kis autó. A minis életérzést is megtapasztalhatta bárki, hiszen Mr. Bean kedvenc autói is jelen voltak. Mi nagyon szívesen elvállaljuk az ilyen fellépéseket, mindenhol szívesen látnak minket, mi szívesen megyünk. A mini életérzés az nagyon jó, mindenki, aki beleül és megy vele, az rögtön megérti, hogy miért. Egy nagyon kis cuki autó szerintem. Szerintem bárki, aki ránéz, mosolyog, és mi is ezért szeretjük. A veterán autók között bemutatkozott a 124-es Fiat, és megismerhettük a kis Fiat, a Lada 1200-ast. A látszólag teljesen egyforma, mindkettő azonos olasz licenszre épült autó segítségével szétoszlathattunk egy máig élő legendát is, a Fiat motoros Zsiguliról. Hiszen az olaszok szállították akkor még gyártósorra nem rendelkező gyárba az alkatrészeket, például ez ennek köszönhető, vagy azokat a gyártó gépeket, amik gyártották az alkatrészeket, azok még Fiat felirattal ontották az alkatrészeket, és ezért kerülhetett olyan motor Zsigulikban nagyon elején, amiben Fiat csavarok voltak az összeszerelő elemek. És innen a legenda. A régi járművek rajongói órákat, vagy akár napokat is képesek voltak eltölteni a sokszor éveken keresztül retusált autók között. A kiállított darabokat azonban minden esetben a tulajdonosa vitte haza, a látogatók maximum egy-egy miniatűr darabbal gazdagodhattak a hétvégén.